6 nagy arány, 48 arány és 17 ezüstérmet osztottak ki a bírálók az idei szekszárdi bodversenyen. A díjátadón arról is szó esett, generációváltás zajlik a bodvidéken, a nagyborászatok fiatal korosztálya mellett az új termelők is kimagaslóan jó mintákat hoztak. Bősz Adrián, a hegyközség elnöke elégedetten értékelte a tapasztalatokat. A szekszárdi borverseny most már egy picit talán zömökebbé kezd válni, tehát tényleg van egy komoly verseny. Az élpincészetek és a kis termelők között a technikai különbségek egy kicsit csökkennek, és innentől kezdve hálainknak a borok versenyeznek, nem pedig csak a technika. A szentgyörgynapi borverseny ad alkalmat az év szekszárdi borának kiválasztására is. Szentváros bora 2019-ben, a Prantner pince 2017-es bikavére lett. Hát ilyen elismerést még nem kaptunk, hogy városbora lettünk volna. Én remélem, hogy ez egy sokat jelentő díj lesz. Ácses Összegszárd polgármestere arról beszélt, az új generációk fontos döntés előtt állnak, hiszen a klímaváltozás hatásai kihatnak majd a jövő telepítéseire is. Kiemelte, a szekszárdi borverseny is megmutatta, hogy a szekszárd név egyfajta védjegy. A borvidék nem olyan hatalmas Európában van, vagy a világban, hogy elmersünk amellett, hogy van egy város, amely megtestesíti ezt a borvidéket, és ennek a nevét, a szekszárd nevet sokkal jobban ki kellene használni. Én azt gondolom, hogy ha a szekszárd nevet el tudjuk ültetni, el tudjuk plantálni a piacon megfelelő mélységben, akkor utána nyilván szekszárd neve összekapcsolódik a borral, hiszen a szlogenünk is szekszárd több, mint jó bor szlogen volt 2018-ra, de hogyha ezt el tudjuk megfelelően ültetni, és összekapcsolódik a magas minőségű borokkal, ebből mindenkinek előnye származhat, tehát a város is, természetesen a borászatok, természetesen a szekszárdi borok, ebből mindenféleképpen még plusz előnyöket tudnak szeltenni, és plusz piacokat tudnak megszerezni és meghordítani.